Kolorcity betűi mászó, kapaszkodó gyermekekkel teltek meg vasárnap. A gyermeknap kiemelt jelentőségű ünnep családbarát városunkban. A szervezők úgy alakították ki a május 26-ai programot, hogy az ne csak Kazincbarcika, hanem a térsége lakosait is ide vonzza. Én azt gondolom, hogy számukra sokkal fontosabb az élmény, semmint az ajándék, mármint a tárgyi ajándék. Nekik az, hogy ennyi színes program van Kazincbarcikán, és most nem csak a gyereknapról van szó, hanem az utóbbi időben azért számos rendezvény volt, akár a Kolorcity átadó. Ez náluk nekik mind olyan élmény, amit nem tudunk pénzen megvenni. És az, hogy ugye ilyen mesebeli figurákat ilyen közelségből tudnak látni, tapasztalni, nem csak a filmvásznon látni, az tényleg egy ilyen pótolhatatlan dolog, amiről nagyon sokáig fognak még beszélni. Vidám híreket mondott a híradó, Kazincbarcikán születtek új kiskutyák, de szép a világ! A gyereknapi muri legfőbb helyszíne a főtéri színpad volt, ahol elsőként Kardos Horváth János saját szerzeményeivel szórakoztatta, sőt tanította a legkisebbeket, de igazán odafigyelve, még a szülőknek is hasznos üzeneteket közvetített. Én egy madarat készítek, amit ezzel körbe kell rajzolni, és egy ilyen domborítőt fog elővenni, úgymondva. Az Egresi Béni Művelődési Központ melletti kis zöld szigeten az alkotókedvűek tágíthatták kreativitásuk és felelős zöld tudatuk határait. Minden alkalommal valamilyen tematikus téma köré építjük a játszóházi foglalkozásokat. Most nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatosságot, és ez most a témánk ezen a napon. A Városépítő Egyesülettel és a Zöld Völgy csapatával együtt kézműveskedünk itt az árnyékban. A színpadon fellépett még a kicsik kultikus kedvence Brennyul és táncos lányai, pörgős és pörgetős színpadi showval. Majd a nagyobbak testközelből ismerhették meg a gamer világ egyik youtuberét, Benny Póvát, sőt egyesek még játszhattak is a pódiumon. Nagyon ügyes. Nagyon. Tudod a választ? Mi gyűjtünk a fekete színű kukába. Na, mit lehet a feketébe beledobni? Ilyen házi hulladékokat. A várossal szimbiózisban működő Zöld Völgy Nonprofit Kft. És a Sajó Bódva-völgye és környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás környezetvédelmi standjánál helyes válaszokért apró ajándékokat kaptak a gyerekek. A Zöld Völgynek mindig kiemelten fontosak voltak a gyerekek, most is megpróbáljuk kihasználni azt a lehetőséget, hogy ezen a remek rendezvényen, a gyereknapi rendezvényen kapcsolódjunk hozzájuk, egy kicsit oktassuk őket a szerencsekerekünkön keresztül, a kérdéseinken keresztül, vagy pedig megpróbáljuk ezzel a környezettudatos kis foglalkoztatóval rávezetni őket, hogy mennyire fontos az, hogy ne dobjunk mindent mindenhová, ne öntsünk mindent mindenhová, hanem megpróbáljunk mindig helyesen cselekedni a hulladék és a szemét kérdésében. Az is gyermekmágnest jelentett, amikor a városházától elindultak a titokban embermeghajtású plüss figurák, Minecraft, Super Mario, illetve Mici Mackó és társai. Ez az első alkalmam, de én nagyon élvezem. Igaz, nem itt lakok Barcikán, hanem Edelényben, de akkor is teljesen megéri eljönni erre a napra, mert nagyon jó, nagyon sok mindent lehet kipróbálni. És mennyire nehéz ezt a szegvét elsajátítani? Mennyire nehéz vele menni? Mire kell figyelni? Az elején azért viszonylag nehéz volt, de aztán belejössz, meg ugye elmutogatják neked, meg megmutatnak mindent. A kerekek megszállottjai sem maradtak hoppon. Bárki bátran kipróbálhatta a város elektromos szegvéjeit és rollerjeit, de gazdag szolgálati járműállomány is várta a gyerekeket a fedélzetre. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, a Kazincbarcikai Mentőállomás, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet kocsiai mellett a Zöld Völgy Nonprofit Kft. Kukás autója és egy traktor sorakozott fel a gyerekek számára.